Köszöntöm nézőinket! Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! 2 év kihagyás után újra Székely Fesztivált rendeztek a Millenárison. 3 napon keresztül színes kulturális programokkal, kézműves termékekkel, különleges gasztronómiai kínálattal és turisztikai látnivalókkal várták az érdeklődőket. Idén Tamási Áronról is megemlékeztek, születésének 125. évfordulója alkalmából. A nagy színpadon 200 fellépő adott műsort, az eseményen részt vettek Hargita, Maros és Kovászna megye képviselői. Látod-e, anyám? Édes anyám, te vagy az oka, hogy engem a régi szeretőmmel nem hirdetnek is soha. Újra együtt, ezzel a mottóval rendezték meg idén a Székely Fesztivált Budapesten. A járvány előtti utolsó évben, 2019-ben 40 ezeren látogattak el a Millenárisra, és most újra több tízezren voltak kíváncsiak az erdélyi fellépőkre, kézművesekre, művészekre, a jellegzetes székelyföldi ízekre. A szervezők szerint a rendezvény a gazdasági kapcsolatok szorosabbá fűzéséhez is hozzájárul. 2015 óta folyamatosan ugye minden évnek, igazából naptári rend szerint május 2. hétvégén van, most egy kicsit megcsúsztunk ugye 2 év kihagyás után, hát ez a Székely Fesztivál itt a Millenárisban. Valójában ez a fesztivál 4 pilléren nyugszik, ugye elsősorban kulturális, ide hozzuk ugye Székelyföld kultúráját 3 napra, aztán gasztronómiai jellege van, ugye ide hozzuk minden jelentős ételét, italát. Aztán van egy kézműves jellege, ugye itt ha körben nézünk, akkor itt látunk 100 kézműves termelőt, kb. 1500 termékkel, és van egyfajta utazó idegenforgalmi látványosság vadászó helye. Tehát ez valójában az a cél szolgálja, hogy aki kijön, az egy kis bepillantást nyerjen Székelyföldnek a látnivalójában, és hogyha lejár a fesztivál, akkor ugye írja a bakkancslistára, és akkor télen vagy következő nyáron menjen el és látogassa meg a Székelyföld fontosabb helyeit. A rendezvényt Varga Mihály pénzügyminiszter, a Székely Fesztivál fővédnöke nyitotta meg, aki beszédében emlékeztetett az elmúlt 2 év a bezártságról, a küzdelemről, a bizonytalanságról, a járványhelyzetről és a szomszédban kitört háborúról szólt. Az idei vásár egyfajta fellélegzés, de még inkább az összetartozás ünnepe, mely jelzi, mennyire élő az anyaország és Székelyföld kapcsolata. Elmondhatjuk, ma erősebb a nemzet, mint bármikor az elmúlt 100 esztendőben. A nemzet összetartozását értéknek tekintjük, és tennünk kell azért, hogy ennek kisebb, nagyobb, szélesebb vagy tágabb értelemben is meglegyenek a kellő szinterei. Ezért az idei vásár nekünk egyfajta fellélegzés. Fellélegzés, de még inkább az összetartozásunk ünnepe. Gondoljanak csak abba bele, most még péntek van, munkanap, egy kicsit üresek ezek a padsorok, de az utolsó teljes évünkben, 2019-ben, amikor ez a Székely Fesztivál megrendezésre került, 40 ezer látogató jött ki ide a Millenárisra. Ezek a sorok tehát szombaton és pénteken tele lesznek, reméljük, hogy a gondviselés letekint ránk, a csíkszeredai harang ezt üzente nekünk, jó időnk lesz, alkalom újra, hogy személyesen találkozzunk, jó kedvel éljük meg a hagyományainkat, és magyaros vendég szeretettel tudjuk egymást köszönteni. Az örömét, a tartalmát a fesztiválnak tehát az adja, ami összeköt bennünket. A magyarok életkedve, munkaszeretete, mély elköteleződése a nemzet mellett. Büszkék vagyunk a magyarságunkra, ahogy az ide elérkezett vendégek büszkék a székelységükre, arra, hogy összetartozunk, egyszerűen szólva, szeretünk magyarok székelyek lenni. Az eseményen részt vettek Hargita, Maros és Kovászna megye képviselői. Péter Ferenc, Maros megye elnöke elmondta, hogy az esemény sorozat célja bemutatni a jellegzetes székely életmódot, ízvilágot és világlátást. Nekem úgy tűnik, mintha el sem utaztam volna otthonról, mert annyi ismerős arc, annyi jó barát, annyi ismerős termék, ismerős íz van itt a kiállító csarnokokban, hogy úgy érzem, mintha otthon lennék. Tudjuk, hogy földrajzilag, ha bár távol is esik tőlünk a Székely Fesztivál, de a szívünkben nagyon, de nagyon közel van. És ma pedig
úgy gondolom, hogy a Székely Fesztivál egyik fő szerepe, hogy bemutassuk az értékeinket. Igen, bemutassuk azokat a termékeket, bemutassuk azt az ízvilágot, azt az életmódot, azokat a népszokásokat, ezeket a gyönyörű hölgyeket, urakat, akik itt vannak mögöttem, hogy igenis, hogyan élünk Székelyföldön, hogyan látjuk a világot Székelyföldről. Igen, úgy gondolom, hogy a Székely Fesztivál értékekről és kapcsolatokról szól, azokról az értékekről, amely a Székelyföld rendelkezik, és azokról a kapcsolatokról, amelyet a székelyföldiek az anyaországiakkal építenek, építettek és építeni fognak az elkövetkező időszakban, mert azt hiszem, hogy ezek a találkozók nagyon jó alkalmak arra, hogy kapcsolatokat ápoljunk és újabb kapcsolatokat építsünk. A megnyitó alatt a Maros megyei Szép Szivárvány néptánc együttes adott színes műsort. Jobbágytelkéről, Maros megyéből származunk, és jó pár évvel ezelőtt mindannyian, szinte mondhatom a csoport 80%-a úgy alakult, hogy ide telepedtünk az anyaországba, többnyire Budapest és vonzás körébe, és magunkkal hoztuk mi ezt a hagyományt, hiszen gyerekként ebbe születtünk bele, így nevelkedtünk, ezt a táncot tanultuk meg a nagyszüleinktől. És pár évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy ez olyan érték, amit meg kellene mutassunk a gyerekeinknek, át kellene adjuk, hiszen nem mehet ez veszendőbe. És mivel olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tényleg itt vagyunk egymásnak, egymás mellett, ezért összenyűltünk, és elkezdtünk táncolni. Elővettük a régi tudásainkat, a rég megtanult, gyerekként tanult táncainkat, és így alakult. Mint ahogy látszott is itt a színpadon, elég sok a fiatal, a mi gyerekeink, az ők baráti körük, és mikor meglátnak minket, a jó kedvünket, és a csoport pozitív gondolkodását, mindenki csatlakozni akar hozzánk, úgyhogy nagyon szeretik, és mi azt látjuk, hogy igenis vágynak a gyerekek erre. Mindig élő zenőre táncolunk, ez nekünk nagyon fontos, hiszen más a hangulata, más a varázsa, a gyerekeknek is jobban meg tudjuk mutatni a zene, a muzsikának a hangja, színesebb, és ezt ők is jobban élvezik, és természetesen más a hangulata, sokkal-sokkal szebb. Ez kimondottan jobbágytelki népviselet, ugye, mint említettem, Marosvásárhely mellett Szászrégen és Marosvásárhely között van ez a település. Nagyon híres, hiszen minden évben néptánctábor is van, világszerte oda jönnek hozzánk táncolni, és ez a ruha kimondottan a jobbágytelkiek népviselete. Ez, ami most rajtam van, egy fiatal népviselet, a fiatalok hordják többnyire, az idősebbeknek már ugye más színű kék-barna szoknyák vannak. Mi a fiatalos táncot táncoltuk, ezért vagyunk most a fiatal öltözetben, hát a zöld, a frissesség jelét, a piros, ugye a fiatalság, a pezsgés jelképét hozza, igazából piros-fehér-zöld a ruhánk, ugye ez nagyon-nagyon feltűnő is, mikor megjelenünk valahol, mert olyan igazi magyar színek dominálnak. A Székely Fesztivál 3 napja alatt Orbán László marosvásárhelyi festőművész képeit is megcsodálhatták a látogatók. Kétféle anyag létezik, amit én használok. Az egyik a pasztel, a száraz pasztel, és a másik az olaj. Általában portrékat olajba festem, tájképeket pasztelbe. Saját kidolgozású paszteleket használok, ezeket most már nemzetközi piacon is forgalmazzuk, ha ez a reklám helye. És az alap, a hordozó is, amire dolgozok, azok is egyéniek, saját gesszót dolgoztam ki erre. Általában erdei sétáimon vagy utcán járva, a mobiltelefon mindig ott van,
meglövöm, ha egy olyan pillanatot találok, és akkor azt valamikor feldolgozásra kerül otthon. Gyerekkoromtól festek, de hát 30-35 évig abba maradt az egész, és utána Sanax helyett megint neki fogtam ezzel foglalkozni, újra szerelem lett belőle, és azóta is csinálom most már mindjárt 20 éve. Senki nem profit a saját hazájában. Otthon is volt tárlatom, nem egy. Hazudnék, azt mondanám, hogy kicsi négyzetsége, de érdekes módon a stílusnak, a reneszánsznak, a nem polgárpukkasztónak nincs akkora sikere, mint az ellenkezőnek. De azért megpróbálok abba a világban mozogni tovább. Tamás Sándor Kovászna megye elnöke szerint erre a fesztiválra Székelyföld különbözőségeit hozták el Budapestre, hogy együtt lehessen megélni az összetartozást. Kézdivásárhelyéről jöttem. Kézdivásárhely Budapestől számítva a legkeletibb magyar város, 777 kilométerre van éppen innen a millenáris parkból. Na hát onnan errefelé jövet, azon gondolkodtam, hogy milyen kép él a székelyekről itt Budapesten. Vajon önök, budapestiek, magyarországiak mit gondolhatnak rólunk? Nyilván van egy sor sztereotípia, hogy a székelyek konok népség. Nem beszélünk sokat, inkább nagyokat hallgatunk. Borvizet, s főleg pálinkát iszunk. Még a medvével is virtuskodunk, bár tudjuk mi is egészen pontosan, hogy a medve nem játék. Sőt, olyanok is vannak, hogy mifelénk Székelyföldön a nyár, a tavaly egy esős szerda délutánra esett. A székelyek mindenhez értenek, sőt, mindenhez is értenek. Na hát, mindeközben az alapvető emberi értékekben és érzésekben egyek vagyunk, pont olyanok vagyunk, mint a budapestiek, a délvidékiek, a felvidékiek, kárpátaljaiak, a sűrű sorsú kárpátaljaiak. Mi is tudunk boldogak lenni, mi is vagyunk szomorúak, tudunk sírni, nevetni, szeretni és gyűlölni, sőt, akár egyszerre is tudjuk mindezt. De az is igaz, hogy ugyanúgy összeszorul a mi szívünk is a himnusz hallattán, ugyanúgy szeretjük a hazánkat, mint a Kárpát-medence minden magyarja. Pont úgy, mint önök itt Budapesten. Az érdeklődők Kovászna megye turisztikai látnivalóiba is bepillantást nyerhettek a fesztivál 3 napja alatt. Kovászna megyét képviseljük, Háromszéket és Erdővidéket, és elhoztuk ennek a vidéknek a turisztikai ajánlatait, ami a kurják, a nemesi turizmust és a kurjákba való szállás lehetőséget, vagy azok látogatását, a gyógyvizek és mofetták, és az érintetlen természetben való járás, ez a mi ajánlata. Érdekes módon magyarországi turisták szemében még felfedezésre vár, már általában a Tusnád fürdőnél megállnak a magyarországi turisztikai irodáknak az ajánlatai, de mi nagyon igyekszünk, hogy azért minket is felfedezzenek. Kovászna megyéből érkezett Gedő Katalin is, akinek tanodájában bárki kipróbálhatta a mézes kalács díszítést. Összeállítjuk a mézes kalács alapanyagát, lisztből, mézből, cukorból, fűszerekből. Ezt jól összedolgozzuk, pihentetjük, és kiszaggatjuk különböző szaggatókkal, mintákkal, tehát házi kólovacska, szív, ezek, amik a hagyományos mézes kalácsoknak a formái. Miután kihűlt, akkor készítünk egy tojásfehérjéből és cukorból egy ilyen habot, amivel majd rávisszük a díszítést a tetejére. A Kovászna megyei székelycsárda igazi különlegességekkel készült. A székelycsárda Sepsiszentgyőrről van, nagy részt fesztiválozunk, minden fesztiválon ott vagyunk, 12 éve működik a cégünk, járunk Manchesterbe, most Budapesten, tusványos, nagy részt ilyen városnapokon. Fixáljuk nincsen, a szeptembertől fog kialakulni,
van egy 14 fős csapatunk, sütünk csórékolbász, az mit csinál, azért tarja, mindenféle kolbászok, főzünk vele, jó szakácsunk Sándor, most a tatárhúst hoztuk, Magyarországról is hoztunk termékeket a kollégámtól. Nem tudom Budapesten vagy Magyarország részen, a csórékolbász micsit nem nagyon ismeri, gondolom, csak ugye Erdélyföldről, de hogy a többi népszerű, az igen, a gulyás az népszerű, székely gulyás, akkor a nagy rész népszerű kaják. Borboly Csaba, Hargita megye elnöke azt emelte ki, hogy a fesztivál a gazdasági kapcsolatok mellett az emberek közötti kapcsolatokat is megerősíti. Öröm számomra újra itt lenni, és Varga Mihály miniszter úr, amikor elkezdte ennek a székely fesztivál program sorozatnak a szervezését, támogatását, akkor egyik legjobb döntést hozta a népi diplomácia elmélyítésének az ügyében, hisz örvendek annak nagyon, hogy itt április 3-án már a határon túl rekedtek, a mi témánk nem volt olyan központi téma, de megéltük a kettős népszavazásnál, amikor mi románok voltunk, amikor úgy voltunk sokak által megbélyegezve, hogy elveszük a munkahelyeket, és csak rosszat hozzunk Magyarország adófizető állampolgárainak. De engedjék meg, hogy elmondjak egy másik élményemet is. A tennap ott voltam az egyes kőnél, gondolom a Nagyhagymás hegységben, az egyes kőt mindannyian ismerik. Bízom benne, sokan voltak, akik még nem voltak, azokat hívom, hogy jöjjenek el. Amikor elkezdtünk beszélgetni egy magyarországi családdal, és hát egy kicsit a feleség úgy nehezebben mászott fel a sziklára, kicsit aggódott, félt, és akkor így rám nézett, és azt mondta, hogy na mondja nyugodtan, hogy táposok vagyunk. És én azt gondolom, hogy mi nem vagyunk románok, és önök nem táposok. Mi magyarok vagyunk az egészen, és ennek a magyarságnak az élményét kell közösen megéljük. Le kell bontsuk azokat, akik pejoratívan használják Kárpát-medence bármely szegletében élő magyar testvéreink megnevezését, megpróbálják kihasználni politikai előnyszerzésre, ahogy tették a kettős népszavazáskor, hogy akár most, ahogy akarták, de hál' Istennek nem sikerült április 3-án. És ebben tud segíteni a Székely Fesztivál, és abban, hogy elhívjuk még azokat is hozzánk, jöjjenek el az egyeskőre, jöjjenek el mindenhova, akik még nem voltak. Most valahogy a sors is összehúz minket, mert láthatjuk, hogy Magyarország kormányának a gazdaságpolitikája és a jövőképe egy olyan, amivel higgyék el, én legalábbis olyan csíki Hargita megyei embert nem találtam még, aki ne szimpatizált volna. Rengetegszer irigykedve tekintünk arra, hogy hogyan történtek meg az ástopok, történnek meg és a jövőre való vállalások. És én hiszem azt, hogy ha van ide, ahova tekinteni Budapestre, és egyként érzünk, egyként gondolkodunk, és önök is láthatják, hogy a mi termékeink nem elvesznek önök életéből, az önök gazdasági tevékenységéből, nem elviszik a magyarországi adófizetőknek a pénzét, hanem azokat gazdagítják. Akkor igenis le tudjuk venni napirendről a magyar-magyar kérdést. A politika napirendjéről le kell venni a magyar-magyar kérdést. És örökké el szoktam mondani, az utóbbi időben többször is tartottam olyan bemutatókat Hargita megyében, amikor feltettem a kérdést, hogy jöjjenek el, nézzék meg egy üzletben a termékeknek, több mint fele Magyarországról származik. Több mint fele, amit eszünk, iszunk, használunk, azt itteni cégek, itteni forgalmazók gyártják, hozzák. Bízom benne, hogy jelentős mértékben hozzájárulunk így a magyarországi gazdasági növekedéshez is. És pont ezért kell ez a Székely Fesztivál, hogy a gazdasági kapcsolatok mellett az ember-ember kapcsolatokat erősítse meg, és én bízom benne ebben a három napban mindannyiunk számára csak az fog megmaradni, hogy a székelyföldiek nem románok, és a magyarországiak nem táposok. Az érdeklődők hagyományos hargitai kürtös kalácsot is kóstolhattak a fesztiválon. Alcsikról jöttünk Csatószegről, egy kis falu, és a szüleim már 20 éve, több mint 20 éve foglalkoznak ezzel. Hát nem tudom, hát a nagyszüleinktől tanultuk, szívvel lélekkel csináljuk, és általában mindenki, a ház annyi szokása, hogy szokták mondani. Legelőre bedagasztuk a tésztát,
az kell, kelljen egy-két órát körülbelül. Utána kisirítsük, most már egy picit modernizálódott, van ilyen sirítőgép, de lehet laska sirítővel is. Utána bekenjük olajjal, majd cukorba beleforgassuk, és jön a sütés, ami egy 3-4 perc, amíg megsül, és utána jönnek rá az ízek, a cukros, diós, kókuszos, fahéjas, kakaós, amit a vendégek kérnek. Kell egy kicsit hűljen, és lehet is becsomagolni. Hát ez inkább már újdonság, mert régebb csak ilyen sima cukros volt, ilyen karamellizált, meg ugye diós. És a többi meg, amit a vendégek igényeltek. Hargita megyéből érkezett Vaun Péter Máriusz is, aki a székely kapu faragás rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket. Ez egy kicsi székelykapu závé lesz, székelykapu lábat faragok. Ide Maglódra lesz ez a székelykapu, egy hónapon belül fogjuk majd állítani. Otthon a többi része megvan, csak ezt kihoztam, hogy bemutatózzunk itt a székelyfesztiválon Budapesten. Udvarhelyszéki motivum, egy galamb, ahogy kiénekli az életfát. Négy virágmotivumot faragtam bele, mely a négy őselemet jelképezi, a négyes szám, a tüzet, vizet, szelet és a földet. Ezt úgy szoktam, hogy minden megrendelőnek küldök egy pár referenciamunkát, és ezt a megrendelő választotta ki, és az ő kívánsága szerint faragom a mintát. Ezeket a domborműveket is én készítem, én történelmi és népi mozzanatokat faragok a megrendeléseknek megfelelően, illetve mikor időm van, szabadidőm van, akkor készítek szabad eladásra is. Én édesapámtól is tanultam, illetve mindenünnen, tehát ahogy mindenkitől tanulok a mai napig. Ugye azt mondják, hogy a jó pap is voltig tanul, de én is. Én szobátai származású vagyok, és de itt élünk Magyarországon már több éve, feleségemmel és két gyerekünkkel, és hát itt Magyarországon ilyen hétköznapi szinten elsősorban a Parajdi sóbányának a termékeit képviseljük, úgyhogy a gyerekeink már tiszteletbeli bányászok 11 éves koruktól, mint ahogy a mi dédszüleink, ükszüleink is sóval foglalkoztak, úgyhogy ezt a részét tartjuk a családban. Alapvetően ezek a termékek a Parajdi sóból készülnek, amit a bányában nekünk termelnek ki kézzel, egy ilyen egész fehér vékony réteg, az kiméletesen van kibanyaszva, válogatva, őrülve, abból készül az étkezési só, készülnek különböző fűszersók, ételízesítők, szárított zöldségek, sókozmetikumok, amit egy magyarországi cég gyárt az általunk szolgáltatott Parajdi sóból, és akkor vannak ilyen kézműves szappanok, amelyeknek egyeseknek a alapanyaga az is só, tehát ilyen sóiszap, rendkívül hatékonyak mindenféle bőrproblémára, ami még nagyon közismert, ugye az a sótömb, hát úgy mondják sószappan, de végül is ez egy sótömb, egy szappan alakú, amivel szintén ilyen kozmetikai meg bőrgyógyászati kezeléseket végeznek. Ezek mind nagyon hatékonyak, van sóparna, sósampon, spray, ezek mind nagyon közismertek és nagyon hatékonyak. Idén Tamási Áronról is megemlékeztek születésének 125. évfordulója alkalmából. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!